Szabó Veronika, Bíborka kreatív hobbibolt és műhely tulajdonosa érkezett hozzánk, nem üres kézzel, gyönyörű szép dolgokkal. Hát és ahogy mondtam, ugye mi is igyekszünk a stúdiót, vagy igyekeztünk, bár szinte egész évben azért egy kellemes üde zöld színfolt köszönti a weekend nézőit, most viszont hála neked már az asztal dekorációnk, ez tényleg igazi hangulatos tavaszi nyusz is lett. Hát felmerül a kérdés, hogy van új a nap alatt? Te hogy érzed, amikor évről évre újabb és újabb dolgokon töröd a fejed, lehet-e még változtatni új színeket, új hangulatokat vinni akár az otthonunkba, akár az ajtónkra? Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Természetesen most is hoztam nektek újdonságot, anélkül nem maradhat el, hogy valami újdonságot hozzak. Én a saját virágokat, a művirágokat annyira nem kedvelem, ezért most találtunk egy másik megoldást erre. Ezek dekorgumiból készülnek, ilyen nagyon-nagyon vékony dekorgumiból, és bárki el tudja készíteni sablonnal, vagy bármilyennel, ilyen nagyon kis finom anyagok van, és ilyen fújós festékkel vannak megszínezve, tehát ez fehér színű, és bármilyen színűre lehet színezni, és festeni ezeket a kis virágokat, és úgy mindenki, amilyenre szeretné, olyanra készítheti el. És gondolom, rúzsánkat. Hogy különböző sablonok vannak, ugye? Tehát nem csak egyféle virágot, hanem... Ezt meg lehet rajzolni egy kartonból, és utána át lehet rajzolni, tehát bárki, a fantázia végtelenje a formavilágnak a kreativitáson múlik mindenki, hogy milyen, ki milyet szeretne. És akkor gondolom, hogy bárhová rá lehet pakolászni, tehát ez nem egy ilyen klasszik művirág, amit, vagy sejemvirág, amit csak a vázában tudunk elképzelni, nem akárhová kell. Látjátok, itt a koszorúra is tettük. Én nagyon szeretem a kövi rúzsákat, természetesen az most is benne van. Ez a hasonlóan kis kövi. Készült, mint a ez virág? Ez ugyanúgy, tehát ez ugyanabból a kis vékony anyagból készül, és meg van festve. A kövi rózsa színeivel van megfestve, és akkor ez koszorúra készíthető, akkor ezek a pici színes virágok akár kislányoknak a hajráfjára is áll lehet. Mennyire időigényes munka ez, mert azért, ahogy így elnézem, nyilván kell hozzá kézügyesség, a festése az valamilyen fújó módszerrel történik? Igen. Mert ecsettel azért tényleg nagyon időigényes. Ez egy fújós, ezek fújós festékkel készültek, nagyon-nagyon egyszerűen egy picit ránfújva, és utána megdörzsölve, összedörzsölve, a szélei viszont készültek. Tehát ez egy picit bonyolultabb a kövi rúzsának az elkészítése, de ezek a kis virágok nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan elkészíthetők. Igen, mert itt valóban látszik, hogy ez tényleg teljesen élethű olyan, mint egy igazi kövi rózsa. Ott látjátok az árvácskákat, azokat már tavaly is hoztam nektek, azok süthető gyurmából készülnek. Tehát igyekszünk a koszorúinkat, díszeinket olyannal feldíszíteni, ami nincsen máshol, egyedi, mindenki saját magának készítheti el. Ezek pedig kerámia, öntött kerámia formák, amit szintén ilyen natúr színek, de lehet színezni és festeni szintén ezeket a kis kerámia formákat. Így első körben azt hittem, hogy pillecukor, mert teljesen úgy néz ki ez a kis fehér. Ezt ugye nálatok a műhelyben is el lehet készíteni, gondolom, hogy ott adsz tanácsot. Egyébként mi a tapasztalatod? Mennyire hisznek magukban azok, akik betérnek hozzád? Hogy ők erre képesek, hogy akár egy ilyen szépséget csinálják. Általában kis hitelek az emberek, és nem hiszik el, hogy ezt ők készítik, és amikor készen van, akkor csodálkozó, úristen, ezt én készítettem el. De én hiszem és vallom, tehát eddig, aki még betért hozzánk műhelyre, mindenki el tudta készíteni, amit megálmodott, sőt, a saját álmait belevéve tudta elkészíteni az ő egyedi dekorációját. Gyerekekkel is műhelyezünk, hát ők még mindig túlszárnyalnak engem. Tehát a darabot, amit elkészítek, akkor mindig mutatom, hogy nézzétek meg ti mennyivel szebbet, ötletesebbet, nagyon-nagyon kreatívak a gyerekek. Igen, talán az is benne van, hogy ugye bennük él ez a versenyszellem, hogy valami még különlegesebbet készítsenek, és úgy látom, hogy azért nem álltál meg a kövi rózsáknál, hanem akár ilyen hajba, vagy ruhákra, vagy kalapra tehető, vagy persze a lakásunkat díszíthető kis virágok is készülnek. Ezek tényleg ezek nagyon a kolléganőm készítette, az ő kézügyesége, keze munkája, de ilyeneket is el lehet készíteni, ehhez egy picit nagyobb kézügyességgel. Ezek szirmokból vannak összeragazgatva, ezek a virágok. Szóval ilyet is lehet. No, és akkor ugye jön a húsvét, azért beszéljünk arról is egy picit. Én úgy látom, hogy talán az ajtódíszek is most reneszánszukat érik, és sok éven keresztül azt láttam, hogy csak télen vannak ilyen kis kopogtató vagy ajtódíszek, de most már követik az évszakok változását, és valószínűleg például a tojások is megjelennek. Hoztál is egy ilyen koszorút.
Hát ezen van minden tavaszi, kis csigaház, színezett csigaház van rajta toll, természetesen az utóbbi két évnek az elmaradhatatlan évszaktól függően dekorációja a toll, tehát nagyon-nagyon felkapott most ez a tollas dekoráció, nem csak farsang és húsvét környékén, hanem karácsonykor, bármikor, pici gomba, egy kis színes virág, és készen van a tavaszi ajtó, kopogtató ajtódísz. Nem csak az ajtókra most már, hanem a komódokra is készítenek dekorációkat, az asztal közepekre. Tehát úgy, ahogy mondtad, tehát nem csak az ünnepekhez kapcsolódóan, hanem bármilyen lakásdekorációhoz kapcsolódóan. Ablakokban ilyen akasztós díszeket is lehet készíteni. Vagy. Ezt láttam kövirózsával is. Hasonlóan. És akkor itt hoztál gyönyörű szép kis locsolókannákat, ilyen vintage-es stílusban megálmodva, meg kis vödröt. Ugye ezt akár a lakásban, de akár az ajtó előtt is egy ilyen kis interiőrbe elhelyezve is jól mutatnak. Ezek milyen technikával készülnek? Mert amikor megfogja az ember, akkor elég érdes hatása van. Van egy vintage effekt kifejezetten, attól lesz ilyen rusztikus, érdes hatású. Ezen van levegőre száradó gyurma, azon is és ezen is, és aztán pedig meg van festve. Tehát egyszerű akril festékkel meg van festve. Az egyik az dekupázsal van dekorálva, a másik pedig egy vizes transferrel, tehát egyszerűen csak rá kell csúsztatni ezt a dekorációt. Sokan azt mondják, hogy jó, de ez nekem nagyon színes, meg ez annyira romantikus, mert én inkább a letisztult formákat szeretem, vagy akár a minimál trendet. Mennyire lehet mondjuk tavaszi színekkel feldobni egy minimál stílusú legénylakást, mondjuk, ami tényleg inkább a ridegebb színekről és az egyszerűbb formákról szól? Ugyanúgy lehet, nyilván mindenkinek az ízléséhez vannak, ugye szürkés, lilás árnyalatok esetleg, tehát ami egy picit férfiasabb, vagy a fehér, ugye az örök, ami mindenkinek működik, de a szalagokkal játszva, tehát a szalagok dekorációjával bármilyen egyszerű letisztult lakásba is lehet egy kis tavaszt hozni. Úgy láttam, hogy most már egyébként bizonyos üzlethálózatokban, mondjuk akár az étkészletek színe is kezdi ezt a tavaszi hangulatot hozni, és szerintem vannak most tipikusan menő színek. Ha én jól értelmeztem, akkor ezek a fagyi színek, a türkisz különböző árnyalatai, vagy a rózsaszín, illetve hát szerintem a sárga az örökké ilyen tavaszt idéz. Gondolom, hogy most már azért a tojásokat is lassan elkezdik majd készítgetni nálatok a műhelyben. Esetleg ott is megjelennek ezek a technikák a tojásfestésben? Igen, most olyan tojást készítünk, ami gyurmás dekupázsolt, tehát ehhez hasonló, türkisz, tehát ilyen pávás, tehát ami nem ilyen hétköznapi, egyszerű tojásfestős tojás, hanem egy picit már extravagánsabb dekorációk, illetve hát a sebicsiknek az árnyalatai, tehát ezek a pasztelebb, visszafogottabb színek, tehát ez a két kontrasztos dekoráció az, ami most a mi vonalunkban megjelenik. Nagyon érdekes, nagyon vár, hogy mikor fog beköszönteni az évszíne, mert hogy az évszíne az a korall, úgyhogy valószínűleg ez a nyár lesz, amire ide ér hozzánk, igen. Tehát egy kicsit merészebb, melegebb szín a korallszín, de valószínűleg, hogy az akkora fog ide érni majd hozzánk nyára. És a műhelyben mikor kell menni, hogyha az ember ilyeneket akar alkotni? Hétvégén? Hétvégén tartjuk a műhelyeinket, szombati napokon délelőtt, délután változó, attól függ, hogy mikorra kerülnek időpontok, hogyan tudjuk leegyeztetni, kinek mikor jó. Vannak fix időpontjaink, és arra lehet jelentkezni. Hát azt gondolom, hogy a rohanó hét után egy igazi meditációs tevékenység, hogyha valaki elkészít egy ilyen gyönyörűséget. Veronika, köszönjük szépen, hogy elhoztad mindezt nekünk, és reméljük, hogy sok nézőnek jó ötletet adtunk, hogyha esetleg nem bízik önmagába, akkor menjen el a bíborkába, és próbálja ki, hát ha utána egy sokkal határozottabb és önmagát jobban tisztelő néző lesz belőle.